A közel 100 induló jelentős része olyan futó volt, aki bár nem profi versenyző, de rendszeresen űzi a sportágat. Minden résztvevő számára az esemény sportértékénél fontosabb volt a segítő szándék. A távot a szabályok értelmében nem csak futva, hanem kerékpáron is lehetett teljesíteni. Vízdár Lőci Gizella, az Esőmanuk Egyesület elnöke azt mondta, számukra minden ilyen akció nagy segítség, nem csak anyagiakban, hanem erkölcsileg is, hiszen erősíti a családokban a hitet, hogy odafigyelnek gondjaikra. Ezek a jótékonysági rendezvények elmondhatatlanul sokat számítanak szerintem a mi életünkben, mert nyilván egyrészt az adományok nagyon jól jönnek, hiszen az Egyesületnek nincsen más bevételi forrása, és mi ezekből az adományokból tudjuk megfinanszírozni a pályázati önrészeket, ezekből tudunk gazdálkodni akár szülőtréningekre, képzésekre, táboroztatásra, közösségi programra, fejlesztő eszközökre. Úgyhogy ez az egyik része, de szerintem azért ennél sokkal-sokkal többet ad nekünk egy-egy ilyen jótékonysági rendezvény, mert azt látjuk, hogy megmozdulnak értünk. Bozsolik Róbert bátaszék polgármestere azt emelte ki, a város mindig támogatóan fordult a civilek problémái és kezdeményezései felé, különösen ha ez a hátrányos helyzetben élők segítésével is járt. Egy önkormányzat a lehetőségeihez mérten minden civil szervezetet próbál támogatni, függetlenül attól, hogy mi a konkrét célja. Ez Bátaszékváros is hosszú évek óta megteszi. Igaz, nekünk elsősorban kultúrával, hagyománnyal, sporttal foglalkozó civil szervezeteink vannak, de azt gondolom, hogy minden olyan civil szervezet tevékenységét fel kell karolni, amely közösségi célt és közösségi célokat kíván támogatni. A profibaknak ez a közösségi rendezvény valóban egy átmozgató edzésnek számított, a rajtól a Molyhos-Tölgyig és visszatartó közel 6 kilométeres távon. Aki nem szokta a terhelést, büszkeség lehetett megküzdeni a kilométerekkel és az emelkedőkkel.